Na, kedves internet népe, barátaim, üdvözöllek itt titeket. Tudom, arról volt szó, hogy nem lesz még egy Victoria 3 videó, illetve nem lesz élőadás sem, meg semmi hasonló, de na, mit tehetek róla, ez a játék egyfajta ilyen, tudjátok, mint egy rossz barátnő, mindig visszajön. Na, viszont most okkal hoztam vissza számotokra, mert a egyik élőadás során beszélgettem a aktív ott lévő nézőimmel, és az egyik nézőm felhozta, hogy mi van, hogyha ez miatt volt ez a szituáció, mert gyanúsan ugyanaz az érték. Na, és ő amire gondolt az, hogy ez ugyanaz a mentés, mint aminél kiakadtam. Valamiért nem jeleníti meg most. Nem tudom, hogy mi ez az újfajta bug, de most valamiért nem jeleníti meg, hogy lássátok, hogy 87 vagy mennyi zászlóalj lehetne itt. Nem tudom, hogy miért nem teszi. Mindegy, az előző részben láthattátok, tudjuk jól, hogy ott van. Itt most valamiért nem dobja fel ezt a tooltippet nekem. Ez valami betöltéses bizéria lehet. Itt bezzeg berakja. Nem tudom, hogy miért. Mindegy, a lényeg az, hogy ugye 87 hadosztályt számolt ki, vagy 81-et, most már nem is tudom pontosan. De a lényeg az, hogy messze menőkig többet, mint amennyi itt van. Számolt ki nekünk a játék, hogy annyit lehet küldeni erre a frontra támadásképpen. Vagy védekezésképpen, mert lehet védekezésnél is ugyanúgy. Mindegy. A lényeg az, hogy miért nem küldtünk annyit, amennyit a játék írt. De most, ez most lehet vitatkozni, hogy ez most egy buta rendszer, nem buta rendszer. A lényeg az, hogy nem bug. Tehát annak örülök, hogy nem bug, hanem csak egy játékmechanika. És ha megnézitek, itt van ez a 38 zászlóalj az első korpszkommandónktól, amik itt is vannak egy az egybe, első korpszkommandó, 38 zászlóalj, 21 ezer manpowerjük van, az most nem egyezik, de most éppen harcban vannak, és néhányan le vannak sérülve, meg mit tudom én, azóta kaptak új katonákat, mindegy, azzal most ne vitatkozzunk, hogy az nem egyezik azzal, hogy ők éppen csatában vannak, mindegy. A lényeg az, hogy őket küldték oda, hogy támadjanak ezen a fronton. És nem tudom, hogy emlékeztek erre, de láttuk az egyik porosz háború során, hogy a katonák a frontvonalon tudnak magukhoz más katonákat odahívni más seregekből. Na most ez támadás esetén sose történik meg. Támadás esetén csak az a hadosztály támad, ami van. Amiük van. Most itt van ugye ez az első korpszkommandó, ők azok, akik tudnak támadni. Rajtuk kívül más nem tud támadni, vagy hát tud támadni, de a lényeg az, hogy rajtuk kívül most ebben a csatában nem vett részt senki se, mert ők támadnak csak. És ez így van, hogy hiába van mondjuk itt a korpszkommandó, ettől függetlenül őket nem veszik fel arra, hogy támadjanak. Jó, most ilyen most mehetne egy vitaképpen, hogyha ott a Coppers kommandó egy teljesen nagy sereggel, akkor miért nem támadnak itt ezen a fronton. Tehát ettől függetlenül még nem lesz a játék egyébként jobb, csak azért, mert rájöttem, hogy ez mitől van, viszont el tudjuk kerülni az apró problémákat. Most mire gondolok ez alatt? Szóval, egy kis sereget nem küldünk oda, hogy támadjanak. Egyszerűen azt mondjuk a kis seregnek, hogy védekezni vannak ott, és kész. Semmi más. Nem kell, hogy támadjanak. A támadást csak is nagy létszámú seregekkel lehetséges megtenni. A védekezés az mehet kis seregekkel, mert már láttuk, hogy most vagy az AI csal, vagy ilyet lehet csinálni. Nem tudom, ezt még majd esetleg tovább kell tesztelni, meg majd meglátjuk később. De a lényeg az, hogy láttuk, hogy védekezésnél az AI összehozza a frontvonalon lévő katonáit. Tehát itt a porosz háborúnál láttuk ezt, hogy itt a teljes frontvonalon lévő sereg az védekezett, amikor az egyik seregünk támadt. És ez ugye támadáskor nem érvényesül, szóval nekünk kell odafigyelni, hogy megfelelő mennyiségű katona támadjon. Egyébként emiatt nem számítana az se, hogyha az összes embert ezen a frontvonalon támadásra állítanám, mert lenne olyan ütközet, ami hát ez az első korpszkommandó meg a második korpszkommandó végezné, ez a korpszkommandó, itt a második korpszkommandó, és mindkettő kevés emberrel támadna, és emiatt veszítene. Hiába van a többi rányomba, hogy támadjon velük együtt. Nem jelenne meg még egy támadási pont. Én nem tudom, mekkora frontvonal kell ahhoz, hogy több támadási pontunk legyen, meg mekkora előkülönbség. Mindegy, láthatjuk, hogy hát
20-szoros túlerőnél két támadást nem indítanak. Ellenben viszont itt áttörnénk igen rendesen, hogyha a Coppers kommandó támadna csak. Emiatt, most nem is ez a nézet szokott lenni. Emiatt megnézzük, milyen mentésünk van, ami egy picit visszább menőbb. Szóval ez a mentés az, ami ami ez a szituáció. Van egy mentésünk, ami jócskán egy másfél évvel visszamegy. Nézzük, hogy az hol tart. Nézzük meg. Most ennek a tudatában, hogy így a háború. Aha, most van két háborunk, ugye az egyik itt a Hohenzollernnél, és a másik meg rendesen a franciák ellen. Jó. Ez a franciáshoz sem kell feltétlenül seregeket raknunk még, elég, ha csak hagyjuk, hogy teljen az idő. Még várunk. Megnézzük, hogy most, hogy tudom, hogy kis csapatokat nem éri meg egyszerűen támadásra állítani, milyen előrehaladásunk lesz. Sőt, egyébként olyat is tudunk csinálni, hogy van a második korpszkommandó, és van az első korpszkommandó. Én amondó vagyok, hogy a második korpszkommandót azt meg is szüntetjük így. Így ebből kiindulva. Azt mondja, hogy átrakjuk az egységeket, a Coppers kommandóba rakunk át egységeket. Így 10-et innen, 5-öt így. Confirm. És azt mondja, hogy a maradékot a bástya osztagba rakjuk át. Még a hadvezért is. Confirm. Yes. Ha minden jól megy... Igen, most átmentek. Jó. Most megszüntettük azt az osztagot. És akkor ő most, őt egyelőre csak védekezésre szeretném őket átállítani. És ő offenzíva, szóval ő jó lesz védelemre is. Az se számít egyébként, hogy mekkora command limites dolguk van egy ütközetben. Az csak is itt ennél számít, egyelőre saját észrevétel alapján. De valószínűleg ezért működik az a fajta taktika, amikor, amit az egyik előadásban mondott egyik nézőm, hogy egy-egy arányba. Tehát a fele a seregnek gyalogság, a másik fele meg ágyus. És hogyha védekezni szeretnél, akkor inkább gyalogság, ha támadni szeretnél, akkor inkább ágyus. És valamiért a lovasság jelenleg nem meta. Nem tudom, hogy miért, jelenleg nem meta, de már értem, hogy miért működik ez az egy-egy arány, és miért van az, hogy egy buzi nagy sereggel mész, és kész. Azért, mert láthatjuk, hogy támadásnál egyszerűen nem számít az, hogy a frontvonalon milyen katonák vannak még azon kívül. Nem tudom, hogy miket fejlesztettünk, meg milyen terveink voltak, most csak erre jöttünk vissza, hogy ezekkel foglalkozzunk. Na, bástya osztagot mobilizáljuk erre a frontvonalra. Így, és a Coppers kommandót még oda se küldjük meg semmit, csak tartani megyünk oda. Majd arra kell figyelnünk, hogy az első Corps kommandoz nehogy ide menjen erre a frontvonalra támadni, mert akkor onnantól kezdve az kellemetlen. Hogy állunk? 7-7? Azt még megvárjuk. Hú, de dolgozik a gépem. Hallom, hogy a processzor így hűtőberendezése az így ezerrel. A kitartást! Menni fog, srácok! Hopp. Ez már át is mozdult, nem tudom hova. Mindegy, ezt a mobilizációját le is vesszük. Ők ne is legyenek mobilizálva, mert nem is lényeges számunkra. Védekezésnél egyébként kis védekező seregek azok teljesen jók. Tehát több kisebb sereg arra, hogy védekezzen. Viszont támadásnál meg ugye nekünk az kell mindenképp. Látjátok? Nagyon érdekes. Itt két külön helyen jön támadás. Amikor meg mi vagyunk túlerőben, akkor meg nincs támadás két külön helyen. Ugye? Támadnak. Ez az orosz sereg, ez a francia sereg, az oroszok védekeznek, a franciák támadnak. És itt meg dettó fogadjunk ugyanaz. Franciák, oroszok. És itt láthatjuk, hogy a védekezésnél igenis
a seregek egyesítenek, mert itt van a 15-ös seregből, a 13-os seregből, a bástyaosztagból és a 6J Pekhotni korpszból. Nem tudom, ez valami orosz sereg szintén. Tehát láthatjuk, hogy ténylegesen össze is hozzák. Sőt, itt most azt is láthatjuk, hogy a bástyaosztag két különböző helyre is küld katonákat, jelenleg egyszerre. Na ez az, amit nem egészen értek, hogy támadásnál ez miért nem érvényesül? Támadásnál miért nem tudnak összedolgozni a különböző seregek? Illetve, hogyha nem dolgoznak össze, és van két különböző sereget támadni, akkor miért nem látjuk azt két különböző ütközetnél? Mondjuk azt, hogy a védekezők igenis össze tudnak fogni egy frontvonalon, összebeszélni, hogy hol kell védekezni, és szétosztani intelligensebben a seregek létszámát, hogy fel tudjanak lépni egy-egy támadás ellen. Ez egyébként tök logikus lenne a számomra. Ellenben viszont akkor onnantól kezdve a támadóknak annyi előnyük lenne, hogy minél több sereggel támadsz, minél több különböző sereggel, annál több helyen indul meg egy támadás, ha van akkor a hely. Mert most értitek, egy-két ponton nem biztos, hogy van, itt például most lehet, hogy nincs egy akkora hely támadni, hogy két különböző sereg, de itt egyértelműen látjuk, hogy a franciáknak van elég hely, akkor nekünk is kellene visszamenőleg, hogy legyen elég hely. Szóval ez egy ilyen nagyon-nagyon fura dolog a számomra. Mindegy, most mennek itt a franciák támadni, azt már látjuk. Sőt, ezek orosz hajók most itt, de a franciák is mennek, tehát mennek a franciák is, de látjuk, hogy az oroszok is ott hajózgatnak. Mennyien vannak ezen a frontvonalon? Most 100 000-en vannak már csak. 100 000 az akkora létszám, amit a Koppers kommandónk az le tud nyomni akár. Főleg, hogyha elkezdünk mobilizálni katonákat még oda. Most 155 000, most visszahoztak egy pár katonát. Nem baj, ameddig támadnak, addig szeretném tartani ezt a frontvonalat. Tehát addig nem hozzuk fel a Koppers kommandót. Megvárjuk, hogy egy picit előnyösebb helyzetbe legyünk. És valószínűleg támadni fognak egy ideig, mert nem vagyunk akkora előlétszámban, hogy ne legyen esélyük. Nem, most megálltak a támadással, ha jól látom. Most egyik sem mozdul. Szóval feltételezem, most ezzel így leálltak. Szóval azt mondja, hogy mobilizáljuk ezt a sereget, emeljük a konszkriptet itt is, és itt van egy offensive planner, őt is megindítjuk, és a Koppers kommandót is megindítjuk. Annyi előnye van egyébként ennek, hogy támadáskor a másik seregeket nem hasznosítják, ami most a Korps kommandót oda küldjük védekezni, ők folyamatosan lesznek egy fix erővel védekezni. Tehát nem fognak fogyni támadáskor. Oké, azt megnyertük azt a háborút. Nagyon jó. Most hogy nem indulunk meg? Furcsa számomra, mert most én nekem támadásra vannak állítva itt. Oké, technikailag támadtunk, csak nem jelzi a játék, hogy mikor indult el ez, hogy ez így tervezve lesz. Nagyon úgy néz ki, hogy ki fogjuk kapni. Igen, most már létszámban már be is esnünk alájuk. Nem baj, mert nekünk most nagyobb seregünk van ott, tehát nagyobb a létszámunk. Hogyha felváltva támadnak, mint ahogy eddig sejtettem és láttam, tehát egyszer egy nagy seregünk ment, és egyszer meg az első vagy második korps kommandó, ugye a kisebbik seregünk, és emiatt nem haladtunk sehova szerintem. Most, ha minden igaz, most támad a Koppers kommandó, és következőnek a bástyaosztag fog támadni. És akkor így folyamatosan az erősebbik létszámú seregünk támad. Ami kétlem, hogy valóban is jutni fogunk vele, mert szerintem így is úgy is a védelmi erejük miatt vissza fognak tartani, mert ugye folyamatosan összerakják a katonákat. Ez az egész akkor működne, ha egyszerre támadnának. Mert annyi emberük nincsen, hogy két támadásra elegendő katonát tudjanak oda küldeni. Arra van elég emberük, hogy egy támadásra, egy csatára küldjenek katonát, de kettőre nem lenne nekik.
Nem kell telefon. Kit érdekel a telefon? Nem kötünk telefont. El leszel foglalva Switzerland. Lássuk a következő ütközetet. Kíváncsi vagyok, hogy fog alakulni a következő. Ja, most a Coppers kommandónak igencsak megfogyott a létszáma. Jó, itt még mindig itt van az a hadvezér. Ők veszítettek ők is rendesen, tehát náluk is van egy 20 000 halott itt. Megint kiküldtünk egy ütközetet, és a Coppers kommandó ment be újra. És látjátok, csak a Coppers kommandót küldi oda. Ők meg viszont összefognak a teljes ott lévő seregükkel. Szinte a teljes seregükkel, attól függen, hogy mennyi a limit, amit oda lehet küldeni. És nekünk 218 lett volna. Most manuálisan én állítsam át, hogy ne ők legyenek, akiket következőnek küldenek, mert most már viszont... Tehát kezdenek kifogyni létszámból. Veszítenek folyamatosan 20 000 főket. Várjatok. Itt nem is jelzi, hogy kik támadnak. Oké, megvárom még egyszer. Nézzük még egyszer. Ki fog támadni? Bástyóztag vagy Coppers kommandó? Coppers kommandó. Coppers kommandó támad. Jaj, te játék! Egyen meg a pici szíved. Tudod mit? Nem Reckless Advanced, itt Defense-re menjetek át. Az ellenére, hogy ugye az lenne, hogy... Jaj. Ne kelljen annyit foglalkozni a frontvonalakkal, csak oda küldöd és rendezik a katonáid, blablabla, csak a gazdasággal kelljen jobban foglalkozni. Az ellenére, bazd meg, itt vagyok, azt mikrotranszakcióznom kell itt a izéket, nem mikrotranszakcióznom, mikróznom kell az egészet. Na, most? Bástyaosztag? Vagy inkább úgy döntünk, hogy senki nem támad, mert be vagyunk bugzódva ide. Nem, szerintem be vagyunk bugolva. Tehát jelenleg nem támadunk egyszerűen. Kitámadtak ránk, hogy elhoztam a bástyaosztagot. Nem, az oroszok támadtak is. Na most kíváncsi vagyok, hogy... Most, hogy kihúztam és visszaraktam, most fogunk támadni? Továbbra is azt jelzi, hogy semmit nem mozdulunk, egyik frontvonal sem. Pedig clearly egyértelműen támadásra van rakva az egyik hadvezér, amit annak elégnek kéne lennie. Tehát az a jó, hogy rakhatsz be több hadvezért, hogy valamelyik védekezésnél nagyon jó, és valamelyik meg támadásnál. De egyértelműen látszik, hogy nem nagyon akar megtörténni. Én minden egyes alkalommal, amikor visszajövök ebbe a játékba, csak egyre nagyobb bugokat fedezek fel. Én nem tudom, az utóbbi időben nem vagyok szerencsés az ilyenekkel. És jó, mi van akkor, ha mindenki advance? Most érdekes, most sikerült. Jó, hát akkor ha így akarjátok, legyen, hát akkor legyen ő is advance, meg ő is advance. És akkor nézzük meg most. Most egyértelműen kevesebb katonájuk lett. 45-öt tudtak oda küldeni. Meg 57-tel többet küldtünk, mert nagyobb seregünk van ezen a frontvonalon. Ez az milyen seregeim lettek itt oldalt közben.
Ja, semmiből. Ötödik osztrák-magyar sereg, negyedik osztrák-magyar sereg. Na, ez már ütközet, oda nézzetek. Itt már 154 ezer embert oda küldtünk. És küldtek erősítést? Jól láttam, mert ide jöttek új katonák. Hát mondjuk hiába egyelőre, mert nincsenek mi létszámban annyira meg. Le is zuhant a warscore-juk a franciáknak, amennyi katonát veszítenek. Csak el kéne foglalni őket. Az is működhet, hogy amint ezt elfoglaltuk, hogy utána két területen tudunk esetleg tovább haladni. Hoppá, az emberei, hogy elmentek innen. De tőlünk is az oroszok. Aha, aha, a franciák csináltak egy partraszállást most az oroszoknál. És a japánok most teljes nyugiban vannak. Ellenben így tőlünk is elvitték a franciák a katonáikat, meg az oroszok is viszik el a katonáikat. Ami teljesen jó, mert az oroszoknak sok katonájuk nem volt itt. És itt harcolnak nagyban. Hát az oroszok ki fognak esni nagyon hamar ebből a háborúból. Nem baj, addig is lehetséges, hogy tudunk itt valamit kezdeni végre. Messze menőkig jobban néz ki a helyzet egyébként, mint ahogy eddig. Tehát végre, tehát tényleg végre létszámokat küldünk be. És foglaljuk ezt a területet. Így is nehéz dolgunk van, mert értitek, magasabb a védelmük, de a létszám különbség, egyszer, ekkora létszám különbségnek át kell törnie azt a védelmet. Tehát, hogy nincs az az Isten, hogy ezzel a létszám különbséggel megtartsák. Tehát nézzétek meg, tehát 50 ezer van 400 ezer ellen, ne vicceljünk meg. Abban reménykedek, arra leszek még kíváncsi, hogyha ezt itt elfoglaltuk, utána lesz-e több támadásunk. Tehát több helyen megyünk előre. Na most két helyen megyünk előre. Most két különböző helyen támadunk. Végre. Na ez az, amit vártam. Hogy lássam ezt, hogy ténylegesen két különböző helyen támadunk. Nem tudom miért. Nem, az a helyzet, hogy még térképileg se látom, hogy miért lenne az, hogy csak egy helyen tudunk támadni. Ha az lenne, hogy ez a terület, ez nem a miénk, ez itt fölül, akkor azt mondom, oké, egy híd van, egy hídon tudunk partra szállni. Technikailag kettő híd van egyébként, de mondjuk azt, hogy ezen csak egy ponton tudunk úgymond támadni, és ők is csak egy ponton védekeznek. De viszont nekünk ez a terület, ez a miénk, ez a Rhineland, és ez meg egy ez két különálló terület igazából. Két különálló területről tudnánk támadni. Mindegy, most két különálló területet támadunk konkrétan. És mivel nincsen semennyi katonájuk megtartani ezt a támadást, ezért végre most tudunk előre haladni. Nem fogok reckless atakot csinálni. Nem tudom, mikor lenne értelme ennek a reckless ataknak. Túl nagy esélye van arra, hogy kockázatosan fognak támadni. Gyönyörűen verjük el őket. Ez a játékmechanika az, ami hiányzott szerintem az eddigi tudásomból itt ennél a háborúknál. Éreztem, hogy valamit nagyon nem értek ebben a harcrendszerben, ebben az új harcrendszerben. És úgy tűnik, hogy ez volt az. Ez még mindig egy frontnak számít? Ez még mindig egy frontnak számít. Ez volt az. Ez a kis seregnek az elküldése, és akkor ők nem kapnak plusz katonákat, vagy nem szállnak be a támadásba. Amivel szintén nem lenne probléma, hogyha a kis sereg az az egyik sereg lenne, ami támadna. Ha az összes sereg, amelyiknek azt mondod, hogy támadjon, támad egy ponton, ameddig van rá lehetőség, akkor ez működne ez is, tehát ezzel is rendben lennénk, de hát nem így volt. Viszont most, hogy az oroszoknál szártak partra, és hát most úgy tűnik megy egy partra szállás itt is a japánoknál, ez gázos lesz, mert valószínűleg nem fogok tudni elérni odáig a fővárosukig. Bár tudunk egy olyat csinálni, első korpszkommandót mobilizáljuk.
az 5. osztrák magyar sereg, ez... Honnan jöttetek, brók? Ezek fogadjunk izék, ezek konszkriptek. Létrehoz egy külön seregbe konszkriptet, nem tudom miért, mert az adott területen felveszi az összeset. I'm confused. Mindegy, csinálunk egy partra szállást, azt hiszem ez a fővárosuk. Ide egy partra szállást csinálunk. Őt promótálnunk kell. Így né. Őt is promótáljuk, hát ha eléri a limitet majd. Nem érte volna, mindegy. Na, így né. Csinálunk egy partra szállást, hát ha egy picit megdobjuk azt, hogy hamarabb mínuszba dobjuk őket. Mert ez a támadás most, ha nem küldenek ide katonákat, ez menni fog előre. Folyamatosan. Két nagy sereggel haladunk előre, ennek mennie kell rendben előre. Menni is fog, de nem fognak elérni ide. Szóval nekünk azt kéne, hogy most egy partra szállást csinálunk, ahogy ők is partra szállást csinálnak ide. És akkor versenyt futunk az idővel, ki tudja előbb a másikat feladásra kényszeríteni. Azt hiszem, hiába adják meg magukat a japánok, attól még talán mi még háborúban maradunk, mert nekünk külön céljaink vannak ebben a háborúban. Szóval még hogyha a japánok meg is adják magukat, az szomorú, ellenben viszont így is nyerünk akkor. Ja, ezek csak a trade portjaink dolgok. Jó, az nem olyan fontos nekünk. Jó, tudod mit, csináld ezt, mert... És nincs jobb ötletem. Na, el is indult a partra szállásunk, mennek is. Mivel nincsenek itt katonáik, ezért egy nagyon kis sereg ellen kell küzdenünk. Ha lenne egy harmadik seregünk, szerintem itt már lenne harmadik ütközet. Itt ez már akkora terület, hogy egy harmadik nagy sereggel valószínűleg lenne egy ütközetünk. Ellenben viszont jó, hogyha van egy kis seregünk, hogyha nem kell fölemelni, tudjátok, azt a orbitálisan nagy sereget, ami a többi. Ez a másik dolog, amit sose értettem. Nézzétek meg, mi milyen gyorsan veszítjük a katonákat, és ők milyen lassan veszítik a katonákat. Most elkezdték gyorsabban. Hogy ez mi az, ami ezt befolyásolja? Tehát ez mi alapján történik, értitek? Ez az, amit szintén nem értettem sohasem. Visszaverték őket? Úgy látom, igen, bár a franciák itt állomásoznak valamiért. Remélem azok foglyok. Itt viszont elég erőteljesen áttörtek. Darab katonával nem vevitték a japánok. Nem, valamiért innen mennek el a franciák szintén. Lehet, hogy jönnek vissza ide, ahogy egy partra szállást csinálok rajtuk éppen. Ha egy nagyobb sereggel csinálom a partra szállást, az biztosabb győzelem lenne. De nekem arra is jó a partra szállás, hogy innen elvonjam a katonáikat. 90%. 680 ezeren vagyunk 30 ezer fő ellen. Na, és most ténylegesen haladunk is. És el is foglaltuk ezt a részt is. Hát innentől kezdve, akkor én azt mondom, hogy ez a bástya osztag. Te tradicionális commander, te offensive plan, nézd, te defense-re menj rá, és gyere át erre az oldalra. Az első korps commando, te is védekezésre állj át. Úgyne. A főváros az fontosabb nekünk, mint hogy itt előre haladjunk. Itt nem olyan fontos, hogy haladjunk, itt már csak annyiban növeljük azt, hogy mennyivel zuhannak, itt viszont tartjuk azt, hogy zuhanjanak mínuszban. És a mínusz 15, ezt valószínűleg megnyertük. Ezt akartam látni egyébként abban a részben, amelyiknek kiakadtam. Úristen, mennyi csatánk van, oda nézzetek. Szerintem az oroszok is támadnak mindenhonnan. Ez volt az, amit látni akartam. Ez. És nézzétek, annyi kellett hozzá, hogy ismerjünk... Kapituláltunk.
kapituláltunk. Kapitulálunk. Kapitulálunk egy győztes háborúban. Sziasztok!